tudjátok, én egész életemben féltem. Féltem a sötétben, féltem otthon, féltem egyedül, féltem másokkal. Féltem az utcán, féltem, hogy elrabolnak. Féltem a fájdalomtól, féltem attól, hogy elveszítek valakit, aki fontos nekem. Féltem attól, hogy meghalok. Féltem attól, hogy eltelik úgy az egész életem, hogy nem alkotok benne semmi jelentőset. Féltem mások előtt beszélni. De amitől a legjobban féltem, az maga a félelem volt. Féltem attól, hogy nehogy féljek. És ez az érzés késztetett arra, hogy változtassak. Változtatni akartam a külvilágon, mert úgy éreztem, hogy a félelem miatt belülről kicsit mindig fáztam. És próbáltam változtatni a külvilágon, de nem ment. Újra és újra ugyanazokban a szituációkban találtam magam, és emiatt stratégiát akartam váltani. Azt éreztem, hogy ha a külvilágot nem tudom megváltoztatni, akkor valamit itt belül kell. És elkezdtem keresni, és mint Forrest Gump elkezdtem futni, csak én nem a külvilágba, hanem önmagam felé indultam. Kerestem a kulcsot ahhoz, hogy hogyan ne féljek. És amikor elindultam, akkor még nem tudtam, hogy milyen megoldást fogok találni, vagy hogy egyáltalán találok-e bármilyet, de szerencsére találtam. Én csak meg akartam szabadulni a félelmeimtől, de a változásom kulcsa az igazából az lett, hogy megtanultam a jelenben élni. Nekem a művészet hozta az első megtapasztalást az életembe. Egész életemben mindent imádtam, ami rajz vagy festészet. Nekem a művészet volt a mencsvár. Olyan volt, mint egy falat kenyér az éhezőnek, mint egy takaró a hidegben. Csak ott tudtam megnyugodni, és csak ott nem féltem. És ezért aztán újra és újra leültem gyakorolni, és újra és újra azt választottam minden más helyett, mert bíztam benne, hogy akkor egy kicsit majd megnyugszom. Viszont ennek következtében lett két életem. Volt az egyik, aki a művészetben voltam. Amikor leültem, akkor minden haladt, akkor minden egyértelmű volt, akkor minden olyan tökéletesnek tűnt. Úgy mondtam, mintha megszállt volna Yoda szelleme. És volt a másik életem, amikor letettem a ceruzát, és minden folytatódott a régi kerékvágásban, és ugyanúgy szenvedtem. És egy darabig jó stratégiának tűnt mindig a művészetbe menekülni, de aztán szépen lassan az életem kezdett szétesni körülöttem. És tudtam, hogy valamilyen módon váltanom kell. És elkezdtem keresni, és ekkor találtam rá arra a kulcsszóra, hogy lehet a jelenben élni. És fogalmam sem volt, hogy ez mit jelent, vagy hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, de nagyon-nagyon hálás vagyok az életnek, mert a legjobb kezekbe kerültem. Találtam egy hölgyet, Csatos Ilonát, aki megmutatta nekem, hogy ezt hogyan lehet megtapasztalni minden pillanatban. Az ő előadásai jöttem rá arra, hogy amit én a művészet közben megélek, az igazából a jelenlét maga. Tehát olyankor minden sokkal teljesebb, minden sokkal színesebbé vált, és én nem tudtam ezzel mit kezdeni, de ő által rájöttem, hogy ez az a fajta állapot, amit minden pillanatban végtelen ideig is akár lehet élni, ha tudjuk hozzá a kulcsot. És általa jöttem rá arra, hogy ezt igazából nem csak én élem meg, hogy jelenben mindenki van, csak mindenki más tevékenység közben. Ami nekem a művészet, ez az egyik barátomnak a síelés, a másiknak a szoftverfejlesztés, a harmadiknak a vezetés, és ugyanezt éljük meg szerelem közben. És kerestem azt, hogy hogyan lehet ezt megélnem minden pillanatban, mert amikor jelenben voltam, akkor minden sokkal színesebb és sokkal kiteljesedettebbé vált. Jelenben lenni sok egyszerre vicces, egyszerre érdekes, egyszerre teljes, olyan, mintha mindig szólna valahonnan a háttérzene, mintha lenne egy filter az életeden. És ahogy kerestem a kapcsolót a két énem között, akkor Ilona világított rá arra, hogy nincsen kapcsoló, hogy ezt nem lehet egy exakt módon megtenni, hanem csak hagyni lehet megtörténni. Pont úgy, ahogy a rajzban is hagytam megtörténni, mert amikor leültem rajzolni, akkor igazából úgy fogalmaztam meg, mintha valaki vezette volna a kezemet. Nem én csináltam, hanem általam történt, és pont így lehet az egész életemet hagyni, hogy általam megtörténjen. És kerestem, megfigyeltem, hogy én hogyan tudom ezt a rajzban megcsinálni, és hogy hogyan tudom ezt az életemre átvinni, és három kulcs elemet találtam, ami ebben segített. Az első az odafigyelés. Ez azt jelenti, hogy amikor érzem ezt a bénító félelmet, akkor egy kicsit megállok. Észreveszem, hogy én itt vagyok, észreveszem, hogy mit látok, mit hallok, hogy kik vannak körülöttem, és hogy én itt az egészben benne vagyok. Olyan, mint egy kicsit hátralépnék, és teret adnék annak, hogy valami most másképp is történhet. Ennyi az odafigyelés, csak megfigyelem önmagam.
A második lépés ez egy döntés, mert azt nem tudom meghatározni, hogy én féljek, vagy ne féljek, de azt meg tudom határozni, hogy lépek, vagy nem lépek. És akármilyen bénító félelem van, el lehet indulni arra felé, amerre szeretnék, és akkor egyszerűen hirtelen csak a jelenben találom magam, és már minden megy a maga útján. És ezt a döntést ezerszer is meg kell hozni, de egyszer csak a lánc megszakad, és akkor már megérte. És a harmadik, ami már automatikusan megjelenik, az az alázat. Alázat kell ahhoz, hogy ezt a döntést ezerszer meghozd, és alázat kell ahhoz, hogy rábízd magad az ismeretlenre, mert nem tudod, hogy a félelem után mi fog rád várni. Alázat nekem az, amikor hagyom a rajzot megjelenni a kezeim között. Alázat az, hogy hagyom a szavaimat megszületni a színpadon előttetek. És alázat az, hogy hagyom megtörténni az életemet. És ha ez a három dolog egyszerre jelen van, akkor automatikusan jelen tudsz lenni az egész életedben. És bár eddig nem mondtam, de egyébként közgazdászként végeztem, és mindent szeretek, ami képlet, úgyhogy ezt is leegyszerűsítettem, hogy könnyebb legyen megegyeznetek. Tehát ahhoz, hogy jelen legyünk, nálam ez azt jelentette, hogy odafigyeltem, döntöttem, és megjelent az alázat. És igazából ez lehet, hogy egy kicsit vicces egyszerűsítés, de az én életemben ez tényleg nagyon-nagyon komoly volt, mert ez a jelenlét egy olyan fajta erőt és stabilitást ad, ami minden pillanatban visz előre. És ezáltal az egész életem teljesen átalakult. Más lett a kapcsolat a szüleimmel, más lett a barátaimmal, de tulajdonképpen a leghitelesebb az az, hogy most itt állok, mert az, aki régen voltam, biztos, hogy nem tudott volna feljönni ide. Mert feljönni ide egy piros szőnyegre, kitenni azt, aki én igazából vagyok, hát ha valami, ez iszonyú félelmetes. De most itt vagyok, és most nem félek. És ezt tényleg csak ennek köszönhetem. És hogyha azt kérdezitek, hogy ennek az egésznek mi köze a változáshoz, akkor pont ez, hogy változni szerintem csak a félelmeinken túllépve a jelenben lehet. Pont úgy, ahogy jelentőséget alkotni is csak a jelenben lehet. És a jelenlét az nem az, hogy egy tevékenységben jól érzem magam, mert jelen kell lenni akkor is, amikor látszólag a legnehezebb, amikor azt mondják, hogy nem vagy elég szép, amikor azt mondják, hogy sietned kell, amikor bármikor. És pont ez az, amit én szeretnék átadni az embereknek, hogy hiszem azt, hogy a félelmeinken túl tudunk változtatni, és az csak itt és most a jelenben lehet. És én hálás vagyok a félelmeimnek, hogy elindított ezen az úton, és hálás vagyok a vágynak, hogy végigvitt rajta, és ennek a pillanatnak, hogy ezt most elmondhatom nektek, mert így élni annyival értékesebb. És én váltottam, hogy változzak, és változtam, hogy változtathassak. Köszönöm.